Nagyon szeretettel köszöntöm a Kapos Televízió nézőit. Hamarosan kezdődik a Kaposvári Rákóczi 2 Gyirmót labdarúgó mérkőzés. A labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójában zöld-fekete mezben a kaposváriak és tiszta-fehérben a gyirmóti együttes. A találkozót egyébként Ákos Dávid vezeti majd, Veszprém megyei játékvezetőről van szó, és az asszisztensek pedig Mohos Milán és Lémon Oszkár lesznek. A vendég gyirmótiak összeállítása a következő: Deli Zoltán a kapuban, aztán Bognár Zsolt, Kozmér Ladislav, Makrai László, Szabó Csaba, Tóth Balázs, ugye egy régi ismerősről van szó, Cseri Tamás, Poyák Gábor, Lázár Patrik, Horváth Rudolf és Tóth Norbert. Akarja elvégezni a szabadrugást Major. Jól száll a labda a kapu fölött, és az első. Jól szerepel a Magyar Kupában az utóbbi években. Két alkalommal is egyébként a kaposvári Rákóczi ejtette ki őket. Közben egy nagy lövés és hatalmas védés. Vadaj Zalán ballal lőtte rá a labdát, és a bal alsóból Deli kiszedte. Most már a második kaposvári helyzet. Bő 3 perc alatt szöglettel jöhet a Rákóczi. Bőle fogja majd elvégezni a szögletrúgást az előző fordulóban. Ahogy már említettem, az Zalaegerszegnek ő lőtte a győztes gólt. Jól jön befelé, és ott a fejes Banics, aki neve ellenére nem szerb, hanem ausztrál játékos, fejelt kapura, de Deli ismét védett. A Rákóczi egyébként és azt akkor az országos NB1-es bajnokságot, annak a nyugati csoportját megnyerték, és ott a fejes gól! Major Ádám, hát éppen egy 91-es születésű játékos, a csapatkapitány góljával az első negyed óra végén vezet a Rákóczi. Akkor az országos NB1-es bajnokságot, annak a nyugati csoportját megnyerték, és ott a fejes gól! Major Ádám, hát éppen egy 91-es születésű játékos, a csapat... Itt a sűrűben négy gyirmóti játékos várja a beadást, Tóth Balázs elcsúszik, majd megcsúsztatják a labdát. De ez veszélytelen, Tóth akár még veszélyes is lehet, két játékos a sorfalban. Jól jön befelé a labda, és egy újabb fejes. Cseri végzi el, Horváth figyelés küldi a labdát Lackó felé, Bognár vissza, hóha, ott van 3-4 gyirmóti játékos, Poyák a jobb kapufa mellett gurul el a labda, nagy helyzet volt. De a játék... Egyébként sokszor hivatkoztam már rá, hogy sok a saját nevelésű játékos, közben Les, a játékvezető Lestint hiába rúgja a kapuba a labdát. A 9-es számunk Tóth Norbert. Marad az 1-0-ás kaposvári vezetés. Szóval sokszor elmondják, hogy a vonal mellett dobja be a labdát. Közben Tóth Majorral szemben Jóacsel, Tóth ott a visszagurított labda, és Lackó az utolsó pillanatban lép közbe, óriási helyzet alakulhatott volna ki, de Lackó Dávid ball. Szabó Csaba, Kozmér, Bognár mögé, vissza kellett kicsit lépni a hátvédnek, Lázár, cselekbe bonyolódik és eladja, ebből lehet egy jó kaposvári támadás. Haruna még mindig, Haruna, és ott az ígyszer, be kell rúgni, ott a gól! Vadaj Zalán! Egy jó kaposvári támadás, Haruna még mindig, Haruna, és ott az ígyszer, be kell rúgni, ott a gól! Vadaj Zalán! Került át nyáron a gyirmóti együtteshez. Cseri, jól jön a beadás. Lackó, Poyák szerzi meg, Poyák. Tóth Balázs felé, nem volt Les. Horváth László. Most itt az első félidő hajrájában biztos, hogy jól jönne egy gól. Kaposvári szempontból természetesen nagyon nem. Kozmér. De még senki nem jön elvégezni addig nekünk. Jó, Kozmérnak lövőre, Kozmér lő aztán. Ez közelebb volt, mint az előző. Kozmér próbál, ez is jócskán messze a kaputól.
És aztán Ákos Dávid. Folytatjuk, kedves nézőink, Kaposvári Rákóczi 2, Gyirmót 2-0. A labdarúgó Magyar Kupában a legjobb 16 közé jutásért megy a küzdelem, és Major Ádám, valamint Vadas Zalán góljaival már 2-vel vezet az NB3-ban szereplő vele szemben. Közben egy nagy lövés, Horváth mekkora átvét, szép volt, és ott a második védése is, a harmadik már nem jön össze, kijött róla a labda. A legrosszabbkor rögtön a második félidő elején szépít a Gyirmóti együttes. Közben egy nagy lövés, Horváth mekkora átvét, szép volt, és ott a második védése is, a harmadik már nem jön össze, kijött róla a labda. Beadás következik, és a fejes 2-2. 2-0-ról egyenlít a vendég Gyirmóti csapat. És a beadás következik, és a fejes 2-2. Kóczi eddig egyet cserélt Mustafa személyében. Szabó Csaba, Horváth öklöz, Horváth László. Akár még kapura is tekerhetné. Lehet, hogy meglepné vele Delit. Jól jön befelé a labda. Na, és ott van Major! Rúgd be Major Ádám! És megadja a játékvezető! Jól van! A Rákóczinak is egy jó játékvezetői döntés volt az, hogy bizony már a gólvonal mögött volt a labda. És ott Horváth! 3-3, de les! Jól van, jól van! Játékvezetői döntés volt az, hogy bizony már a gólvonal mögött volt a labda. És ott Horváth, 3-3, de les! Mindkét csapat különböző okokból gólt akar lőni, és újabb les, és ez sem adja meg a játékvezető Tóth Norbertnél. Mindkét csapat különböző okokból gólt akar lőni, és újabb les, és ez sem adja meg a játékvezető. Homonyik a labdával, 20 méterre a kaputól, aztán Tóth Norbert, szép a játék, Tóth, Horváth, mekkora bravúr, szép volt! Volna. És ebben a pillanatban, kedves nézőink, véget ér a találkozó, újabb